Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV csütörtök esti híradóját látják, 2021. október 28-án, este 7:30-tól. Egyirányú utca és más parkolási rend, változások lesznek a temető környékén. Elkezdődött a támfal építése, lassan megkezdődik a régi templom feltárása. Pörög az élet a KSE birkózó szakosztályánál, Zsemberi Herman remekül szerepelt a diákolimpián. Megváltozik a közlekedés rendje október 29-e és november 2-a között a városi köztemető környékén, ahol egyirányú utcára és ideiglenes parkolóra lehet számítani. Évek óta a kalocsai polgármesteri hivatal végzi el a közlekedés és a balesetbiztonság megteremtése érdekében ezeket a feladatokat. Így az idén is a megszokott változásokkal kell számolniuk azoknak, akik elhunyt hozzátartozóik sírját ebben az időszakban keresik föl. Október 29-én pénteken reggel 7 órától, november 2-án kedd reggel 7 óráig tart ez az ideiglenes időszak. A Béke utcába csak a Petőfi Sándor utca felől lehet majd behajtani, hiszen egyirányú utcává válik az Alkony utca felé. Így a temető főbejáratának környékén nagyobb forgalomra, nehezebb parkolásra kell számítani szinte mindegyik napon. Ideiglenes parkolót találhatunk ebben az időszakban a Nagymező utca legelősor kereszteződése mellett elhelyezkedő zöld területen. Emellett a Béke utca és a Petőfi utca környezetében lévő zöld területek is egyaránt használhatók várakozásra. A változásokra közúti jelzőtáblák is felhívják a figyelmet. Az új közlekedési rend okozhat fennakadásokat, ezért a közlekedésben résztvevőktől is türelemre, megértésre van szükség. Az autókkal érkezők mellett bizonyára most is lesznek olyanok, akik kerékpárral jutnak el a temetőhöz. A késő délutáni, esti órákban akár megnehezített látási körülmények között számíthatunk részvételükre. A közlekedés biztonságát és zavartalanságát a rendőrség és a polgárőrség is elősegíti. Elkezdődött annak a támfalnak az építése a Szentháromság téren, amely ahhoz szükséges, hogy feltárják a régi templom maradványait. Nagy súllyal szembeni ellenállás kell, hogy legyen, mivel az arra járó autókat is el kell viselnie. Az exhumált orosz katonák temetési területén most már épül az a bizonyos támfal, amiről nagyon sokat beszéltünk korábban, annak a vasalását láthatjuk. Nagyon mélyen a földbe, mindenki megkérdezi, hogy úristen, mi ez? Hát ez az a támfal, aminek nagyon sok tonnát kell elviselni. Tehát el kell képzelni, ha a térre mondjuk bejön a mi építő autónk, amely 24 tonnát kell viseljen, annak ezt a támfalat, a támfalnak meg kell támasztani ezt a terhet. És itt ugye a gépjármű forgalomnak is szükséges egy támasza. Miért kell ez a támfal? Azért, hogy a romterületet be tudjuk mutatni. Le fogunk sétálni egy alacsonyabb szintre, a korabeli templomok szintjére, járószintjére, és emiatt szükséges ez a szintbeli különbségeket átviselő, teherviselő támfal. Lassan befejezik a terület feltöltését, ami majd le fog vezetni a korabeli romokhoz. A támfal mögött rövidesen be tudjuk fejezni annak a tér területnek a feltöltését, ami majd levezet ahhoz a korabeli romhoz, az első templom tengelyében. Itt lesz majd Asztrik érsek szobra is, azzal a szép kereszt alaprajzú burkolatjellel és egy nagyon szép posztamenssel, ami egyébként csak egy érdekességképpen például a Fibonacci számsor felhasználásával az aranymetszés szabályai szerint készült. Erre kerül majd Asztrik érsek szobras. Innen lefele haladva látjuk majd azt a rom rekonstrukciót, amely az első templom rekonstrukciója. Ezt már most is érzékelhetjük, ha erre a területre állunk, amit most nyilván a látogatók vagy a lakók nem tudnak érzékelni, mert előtte nagy kalodákban még a burkolatok ott vannak. Ha ezt a részt leburkolják, meg fog nyílni a terület teljes egészében, amely a Székesegyház, Nagy Szeminárium és a hotel által határolt terület. Ez megint egy nagy levegő, nagy lélegzetvétel, tehát egy nagyobb tér szabadul fel a használat számára. Ugyanígy itt a Hunyadi utcánál is egészen a Katona István házig megnyílik. Én azt remélem, hogy most már azt is látták az erre sétálók, hogy
A zöld felületeken is már növényeket ültettünk, tehát most már épül-szépül a tér. Zöldben is fákat ültettünk, növényeket, virágos növényeket. Elmondhatom, hogy méhcsalogató és madárcsalogató növényeket. Finom illat fog terjengeni itt a tomori szobor körül. Ha már most sétálnak, most is érezni azt a finom édes illatot, amit ezek az illatos növények árasztanak. Kifejezetten úgy választottam a növényeket, hogy segítse ennek a pihenő résznek a még izgalmasabb érzetét, hiszen nem csak a látványra építünk, hanem itt az illatokra is. Az ősz kincsei címmel múzeumpedagógiai foglalkozást szervezett a Visky Károly Múzeum az őszi szünetben. A délutánig tartó program során egyebek mellett kézműves kettek és kukoricát morzsoltak a gyerekek. Egyebek mellett egy nagy tál mak, gesztenye és kukoricacsuhé sorakozott szerda délelőtt a Visky Károly Múzeum bemutató termében az asztalon. Ezekből a szebbnél szebb őszi termésekből készültek az asztali díszek a Múzeumok őszi fesztiválja programsorozat keretein belül. Főként általános iskolásokat vártunk egy egész napos programra, amiben főként terméseket, gyümölcsöket fogunk valamilyen módon feldolgozni, valamit ebből készítünk. Egy ebédünk lesz, és a délután folyamán pedig fogunk még kukoricát morzsolni, illetve diót törni, és azokat is felhasználjuk mécsesként, illetve kis teknőcöt vagy katicabogarat is fogunk a dióhelyből készíteni. Most egy sünis ceruzatartó készül, aztán készült már pókhálóval együtt gesztenyéből, de fogunk még falevelekből bagyot készíteni, aztán almából egy kis kekszel, mézzel, kókusz reszelékkel fogunk egy kis desszertet is csinálni. A korábbi években családi napok keretein belül volt hasonló foglalkozás, amelyet szintén örömmel látogattak a gyerekek. Örültem neki, hogy van egy ilyen lehetőség. Mikor megjöttünk, akkor körül lehetett nézni, meg ilyenek. Utána ugye megjött mindenki, és elkezdtünk ilyen bábukat, meg ilyeneket csinálni. Az egész múzeum tetszik. A kisiskolások számára sem ismeretlen a múzeum világa, hiszen nagycsoportos korukban már jártak itt, szintén múzeumi foglalkozáson. Mindenki mondja az emlékeit, hogy mikor mi volt itt, mit csináltak, melyik program tetszett legjobban, úgyhogy ismerősként üdvözöljük őket. A gyerekek lesznek a jövő. Másrészt ugye az őszi szünetben szerintem a szülőknek is jó az, ha egy napot felszabadulnak, és biztos jó helyen tudják a gyerekeket egy olyan programon, ami mindenképpen mindenkinek az előnyére szolgál. Meg fogjuk nézni, mert beszéltünk is róla, hogy a kiállításon végig megyünk úgy, ahogy ők szeretnék. Tehát ami érdekli őket, azoknál a részeknél megállunk, úgyhogy tervezzük ezt is. Mint megtudtuk, a jól sikerült foglalkozásnak biztos lesz folytatása a múzeumban. Október 26-án kedd délután ismét kinyitott a Kalocsai Kortárs Művészeti Klub. Ezen a napon Farkas Tibor és Cserenko Gábor volt a két előadó. A kalocsai temetőben több olyan síremlék található, amelyek képzőművészeti alkotások is egyben. Többek között Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Pácai Pál és Kákonyi István munkái. Ezek 100 évesek, azt kell, hogy mondjam, mert mondjuk a Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotás az 1925-ben készült. Akkor, és körülbelül ezek olyan 90-100 körül. Visszatérve megint a Kisfaludi Stróbl Zsigmondra, ugye egy ügyvéd család, a Vámos családnak a síremléke, ahol ugye egy ilyen tragikus esemény történt. Ugye a fiúk egy szerelmi történet volt egyébként, ami a szájhagyomány szerint, ugye a cselédlányval szerelmes volt a fiú, és a szülők tiltották ettől a hölgytől, és a fiú önkezével vetett élet, vagy véget életének, igen. A kalocsai temető frekventált részein találhatóak ezek a sírok. Ahogy bemegyünk a főbejáraton, akkor ugye balra van egy Kákonyi István alkotás, és jobbra például ez a Vámos sír, ez a Kisfaludi Stróbl Zsigmond. Tehát ezt ki se lehet kerülni, ha csak a temető nem más, hanem a másik oldalán, tehát a hátulján jön be az illető.
Mindig az ember észrevesz, ahogy a nap járása, tehát hogy reggel, délben, este, ahogy jár a nap, és akkor megvilágítja ezeket a munkákat. Mindig, szóval hát ugye a fény kelt életre a szobrot, ugye szoktuk mondani, és én is számomra is. Na, most micsoda jó fények vannak itt. Itt ez kijön, az kijön, tehát így nyújt érdekes látványt. Híres kalocsaiak címmel 10 emberről hallhatott a közönség. Íróról, hímzőasszonyról, mérnökről, orvosról, gimnáziumi tanárról és másokról. Tulajdonképpen semmi nem kapcsolja össze őket, hanem csak kalocsa. Kalocsán bontakoztak ki, illetve itt csináltak. Mindegyik külön-külön valami nagyot, és hát ahogy összegyűjtöttem őket, így szóval nem volt tudatos, de utána jöttem le, hogy 9-en nem kalocsaiak. Tehát ezt tudjuk, hogy ez nem igazán fontos, hogy ki hol született, a lényeg az, hogy ki hol tudott kibontakozni, és ki hol talált olyan feladatokat, amiket meg tudott oldani. Ezek az emberek nem voltak kortársai egymásnak, közel 150 évet ölelt fel a 10 ember élete. Egy korábbi kutatásra épült a keddi előadás. Hasmóth Miklós 2003-as kutatásai alapja, minden a temetőről szól, vagy azért is vagyunk itt most, mert ugye nem sokára Mincen, meg halottak napja, és a Farkas Tibi előadáshoz kötően én kitaláltam azt, hogy miért ne legyen olyan, hogy azok az ember, szóval akiről ma szó lesz, mind a kalocsai temetőben nyugszanak. És szerettem volna egy ilyet, hogy kicsit többet tudjunk azokról az emberekről, akik egykor nagyot alkottak itt. A híres kalocsaiak bemutatásának lesz folytatása a tervek szerint. Vén Tímea amatőr festőt és a fotográfusként ismert fotóst, Török Töce Tibort október 29-én, pénteken este 18 órától láthatjuk a Kortárs Klubban. Pörög az élet a KSE birkózó szakosztályánál, hiszen Zsemberi Herman is remekül szerepelt a Diák Olimpián. Mindenről Hamzók Józseffel, a KSE birkózó szakosztály vezetőjével beszélgettünk. Az év második felében elkezdődtek a versenyek mindegyik korosztályban. Egy kicsivel jobb eredményt vártak volna. Elkezdődtek sorra a versenyek, jöttek a legkisebbek korosztályokkal, aztán utána végződött tulajdonképpen a serdő korosztályjal, mivel ugye a két junior korosztályú versenyzőm a sajnos is beoltatva, és nem tudtunk velük elmenni versenyre. De egyébként összevetve az egészet a fiatal korosztályban, a Diák 2-es korosztályban, a Diák Olimpián, a Gávi most, aki megszerezte tulajdonképpen a kvótát az országos bajnokságra, ott nagyon csodálatos birkózása, 19 főből a harmadik helyen végzett. Lehetett volna sokkal jobb, én megmondom őszintén, hogy az idősebb korosztályban, a serdő korosztályban, Zsemberén nagyon szerettem volna a Diák Olimpia bajnokként ünnepelni. Sajnos nem jöttek össze úgy a fogyások, ahogy szerettük volna, mivel hogy most pont fölugrott a súlya elég rendesen. Még az első fél évben 52 kilóval versenyeztünk, most már 62-63 kiló, tehát nagyon-nagyon sokat fölugrott a súlya, és a két súly között van, amit tulajdonképpen fogyással kellett, hogy hozzon, és azért 3 kilót neki izomból kell lefogynia, és valahogy nem igazán jó megy neki a fogyás, de bízom benne, hogyha időben el fogja kezdeni normálisan a fogyást, akkor most a következő serdő országos bajnokságban jobban fog szerepelni. Még a Diák 1-es korcsoportban is volt egy kiemelkedő teljesítmény. Még a Diák 1-es korcsoportban szeretném kiemelni a Kálóczi Rihárdot, aki szintén a területi bajnokság második lett, és tovább jutott ő is a Diák Olimpia döntőbe, és sajnos 5. lett, mivel hogy ott a 46 kilóba váltottunk, ő is följel, 42 kilóba, 46 kilóba, ott úgy veszem észre, hogy ő is még kicsi egyelőre a 46 kilóba, sokat kell erősödnie, sokat kell neki fejlődnie még fölfelé, hogy ezeket a többi gyereket utolérje, mert úgy veszem észre, hogy erőre is, meg technikailag is még alattuk van. Minél több erősítő programot kell nekik a téli alapozási időszakban beiktatni, az nem a vasaktól értendő ez, hanem különböző társas gyakorlatok, a kötélmászás, meg különböző ügyességi gyakorlatokkal lehet fejleszteni a súlycsoportot fölfelé, meg az erőt is természetesen. Október 22-én pénteken Tatabányán rendezték meg a serdülő korosztályos kötött fogású Diákolimpia fináléját, ahol a korábbi kalocsai színekben versenyző Zsemberi Herman ezúttal iskolája színeiben versenyzett. Hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon kemény sorsolása volt a Hermannak. 24 versenyző volt az ős új csoportjában, ők voltak szinte a legtöbben az 57 kilóban. Mint ahogy mondtam, most talán erre a versenyre kicsit jobban tudott fogyni le,
de még utazás előtt reggeli órákban még szintén az autóban még hányt kicsikét, mert nagyon sok savat termel a gyomra, és valahogy ő nem tudja ezeket a dolgokat úgy igazából megoldani, hogy időben elkezdjen a fogyás szépen fokozatosan levinni, ő ez a hirtelen fogyásra épít nagyon. Hát fönt nem tudok annyira odafigyelni, mert fölkerült a Kozma István Akadémiára, de viszont nagyon sok edzőpartnere van, és nagyon szépen tud fejlődni, de viszont itt a versenyen azt mondhatom, hogy nagyon szépen birkózott, épp hogy csak kapott a diák olimpia bajnok falista gyerektől, aki már évek óta ebben a súlycsoportban van. Sikerült Dzsemberi Hermannak kiharcolni a diák olimpia dobogó harmadik fokát, amellyel továbbra is ott van a korosztály elitjében, mind kötött, mind szabadfogásban. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!